A Farkas Ferenc Művészeti Iskola igen népszerű, hiszen nem csak Sárospatakról, hanem kisebb településekről is érkeznek ide gyerekek. A 660 növendékből mintegy 80 gyermek vidékről jár be. Egy nagyon jó beiskolázási metód van, amit az elődömnek köszönhetően szépen használunk a mai napig. Ez valóban azt jelenti, hogy óvodáskortól elkezdjük a gyerekekkel való foglalkozást zenén, néptáncon, és hát hál' Istennek ennek köszönhető ez, hogy felmenő rendszerben ilyen szép létszámmal jelentkeznek iskolánkba a diákok. Az intézmény igen sűrű program elé néz az idei tanévben is. Október 1-e környékén meg lesz tartva a zenei világnap alkalmából rendezett hangversenyünk. Novemberben Weimarba kellene menni, majd meglátjuk, hogy hogyan tudunk eleget tenni ennek a felkérésnek. Az Ottmán Gesztem zeneiskolának vagyunk mi a partneriskolája, és hát oda hívtak meg, ők most voltak itt a nyár folyamán. Illetve hát március-áprilisban az Oszti zeneiskola jönne ide, illetve hát várnak oda minket is. Bálint Béla hozzátette, hogy Sárospatak kiemelt helye a művészeti oktatásnak, hiszen a város ilyen szempontból mély tradíciókkal rendelkezik. Az itt élő embereknek mindig a sajátja volt, mert a református kollégium gimnáziuma már az 1500-as években, hogy elindult, a zenei képzést nagyon komolyan vette a környéken. Meggyőződésem, hogy ennek a ráhatása mai napig érződik, vagy érződhetnek. Akkoriban dalárda versenyek voltak, és amikor az angol nyelvű képzés beindult, akkor tulajdonképpen nagyon komoly zenei koncertek is voltak itt. De amikor még nem volt állami zeneiskola, azelőtt is volt Patakon magas szintű képzés. Az iskolában a hagyományokhoz híven fél évente kell a tanulóknak térítési díjat fizetniük, de a jobbak természetesen idén is kedvezményben részesülnek.